Sziasztok! Ez itt most csak egy rövid ilyen tippek videó, illetve pár újdonságot szeretném mutatni a Science of the Sirene demóval kapcsolatban, az új, és egyben egyébként úgy tudom utolsó demóval kapcsolatban még az Early Access előtt lesz, ami itt van szeptember 30-án lesz. Viszont van egy új lehetőség az opciókban, képzeljétek el, be lehet állítani a nyelveknél a magyart. Elég egyszer rákattintanatok, és akkor a magyar lesz. Először az lehet, hogy angolnak látszik majd úgy még, de akkor bezárjátok, és akkor magyar lesz ez is, és hát minden más. A másik, ugye mondtam, hogy tippek. Amíg ez lehet, hogy nektek még nincs meg, hanem most már egy update-ben lesz, mi igazából ezt teszteljük egy ilyen új metódussal, amit Jon és Jan hozott el nekünk. Én köszönjük még egyszer, hogy a cseh fejlesztők. Most már külön elszeparálva lehet a nyelveket egyébként fordítgatni, az a játékban. És ezáltal itt, ha beállítjátok, mindjárt teljesen magyar lesz, hibák nélkül. Legyen egy technikai tipp is. 4K ultrára csak akkor rakjátok, hogyha 4K-s monitoron játszotok. Egyszerűen nincs értelme, csak felesleges, hogyha itt tesztek. Az árnyékokat érdemes szerintem alacsonyan tartani ebben a játékban, nem az a lényeg. A terepminőség nyugodtan legyen magas, meg szerintem a csillogás hatás is, mert az elég sokszor van. A mélységélesség az szerintem hülyeség a legtöbb játékban, de főleg ebbe, mert nem FPS, vagy főleg TPS, ahol valamennyit számítana, most nem azt fogjátok nézni véleményem szerint ebben a játékban. Itt be tudjátok állítani, hogy kicsi, normál vagy nagy legyen a közelőfölött. Én nagyra állítottam, mert nagyon kicsinek tűntek néhol a betűk, főleg Full HD vagy 4K-n lenne ez igaz, de ezzel megoldható. És ezt sokan kritizálták, de megjavították. A kurzor az én nekem hardware, de valaki a szoftveres szereti, legyen hát az. Más itt annyira talán nem lényeges. Menjünk a játékba bele. Még sajnos a játékos név valamiért angol maradt, meg a következő parancsnok az is angol maradt, nem tudom miért. Ezt majd még javítgatni fogjuk. Fázis. Oké, no. Ami érdekesség lehet. Amit nagyon tudok ajánlani szerintem a vakondokkal, az nem más, mint a biotikus képességek, mert a legtöbb egység az biotikus hátter. Úgyhogy én szerintem érdemesebb a bióra, látjátok itt is ilyen. Ez mondjuk tech alapúnak, hogy van rajta egy vakon, de a mini úr az a traktorgépszerűség az technikai, de az összes többi látjátok, az, tehát 5 egység, a 7-ből azt hiszem ez is technika, igen, az bio, úgyhogy elég erőteljesen érdemes rámenni a bio-ra szerintem, hiszen a tech alapukat csak a technikai egységre tudjátok rá varázsolni. Ezen kívül szerintem a világjárót majdnem minden népnek, nem sebből eddig a két népnek, amiket ismerünk, érdemes arra, hogy fejlesztétek. Átmegyünk a rovarokhoz, ott meg elég egyértelműen azt tudom mondani, hogy a tech alapra menjetek rá. És a világjáró is amúgy egész jó. Ez majdnem mindegyik népnél, hiszen a térképet tudjátok használni. De itt ugye majdnem mindegyik egység, sőt talán az összes technikai alapú. Úgyhogy szerintem érdemesebb arra rámenni. Véleményem szerint. Most ha még ha itt éppen nem mentem is rá. De most azt hiszem, hogy mintha ugyanazt kaptam volna majdnem, ez lehetséges. Épp a Isersonul a Sovat kártya. Nem teljesen ugyanazt kaptam. Még mindegyik... látjátok itt, hogy meg lehet nézni az összeset, ez is hasznos. Ha nem ismernétek az összes varázslatokat, meg tudjátok nézni. Amúgy... azt hiszem olyan 3-4 varázslat van, vagy hát ilyen képesség per szint. Valahogy így, és abból egy-kettő szoktatok kapni itt ezen belül. De hát tudjátok növelni ugye különböző metódusokkal. El is tetszik, hogy ezt megváltozták a demóba, hogy végre mindegyiknek van egy ilyen típusú színvilága. Varázslatok, hogy könnyen el lehet különböztetni őket. Ennek ilyen pirosas, narancsos, ez zöld, ez kékes, azért szerintem ő az a szihés, de az már csak a véglegesben lesz. No, menjünk vissza egy pillanatra a
iPhone-okhoz. Ezt érdemes megcsinálni, mert csak a kalapácsosok tornya kell hozzá, és a védelmi tornya, ami jól is szállítottam, annyira drága, bár ez a nyersanyag elég drága. És utána meg tudjátok ezt csinálni, sokkal kalapácsost kaptok, ami egy rohadt jól csökörök fejlesztve. Tehát én ezt mindenki tudnám ajánlani nektek, hogy ezt ha lehet minden gyorsabban csináljátok meg. De a tiszta klubnak egyelőre nem annyira láttam egyik nyitni sem nagy előnyét, bár hogyha három hős közül választhatok, azért ez nem is olyan rossz, de ezt főleg az elején érdemes talán megcsinálni, mind a két népnél. Az alagútjárat az nagyon fontos, azt most meg is mutatom nektek. A bázisok között tudtok menni, most az a nagy kérdés, ha itt ezt meg, megcsinálom itt is az átjárót, és várunk egy kört. Most tudok-e a kétfajta névvárai között is teleportálni, mert ezt én nem próbáltam. Azt biztos, hogy a vakondossal lehet, mert azt próbáltam. Mindjárt megnézzük, most talán meg tudom csinálni, közben este lett. Na, meg tudom csinálni a fülényt is. Na mi a, miért nem tudom. Még egy kört várunk. Na is tetszik, hogy a lények kim vannak, mint a Heroes 1-ben, tudjátok, a Heroes 1-ben volt utoljára, csak ez, hogyha tudtok venni a lényekből, akkor kint vannak az épületek előtt. Ha meg megveszitek az összeset, akkor meg eltűnnek, most mit tudom én. Megvesszük ezt. Lehet, hogy most pont nem lát. De ott van, látjátok. Placs, eltűnt. De hogyha a kettő maradt volna, akkor még előre meg tudtam volna venni. No. Itt van az átjáró. Válasz ki egy előrsöt. Mi? Lehet, hogy ez más tud. Mi előrsöt? Várjunk csak, lehet, hogy bennem kell egy hőst. Az is van itt, nem tudom fejből, hogy hol van a... Mindegy, akkor veszünk itt. Jó, hogy itt is meg lehet venni. Jaj, akkor kell lenni egy hősnek, de mi előőrsöt? Át kell írnom, nem előőrsöt kell, hanem bázist. Nem, sem teljesen értem, miért a másik várban van alapból portál, vagy mi a felem? Nincs, akkor a molekkós, megnézzük ezt. Molekkóba, mi a fene? Ja persze, hát hiha vagyok, ha miért ne engedni. Csak visszafele nem tudok jönni. Tehát jó, hát jöttünk ide. Csak miért nem építettem meg, ezért nem tudok visszafele jönni. Alagút járat, 5-5. Pár kör is megvan. Kell nekünk. Ja, nem tudom, hogy a felügyelő is kell hozzá. Hát ez rohangászom. Rohangászom, ha akar. Tehát akkor lényeg az, hogy vissza tudok menni a High Nexus-ba is. Aha. És ez mitől, de ugyanolyan fix a költség, ez vajon egy távolság. De hát mindegy, mert körülbelül majdnem ugyanannyi szerintem. Vagy az ember mennyiség, tudom, csak megöljük ezt. Akkor olcsóbb lesz. 1303 olcsóbb lett, nem? Megöljük ezt is. Aha, akkor a sereg létszámától függ. Miért nem tudok menni? Nincs elég nyerség van. Mi a? Ja, jó, hülye vagyok. Ez az izé volt. Aha, tök jó, tehát akkor tudunk. Tök mindegy, hogy milyen nép. Tudunk teleportálni. Itt majd még lesz egy épület elvileg. Még nincs. Fai épület. Ja igen, ha már fai épület. Ennél a népnél érdemes megcsinálni ezt.
Mindenképp, mert bármilyen nem saját egységet le tudtok bontani, és minél magasabb szintű vagy nagyobb létszámban jár, annál több ilyet tudtok kapni. És ezeket felfejlesztetek, akkor ugye tud gyógyítani. És azért az nem rossz, amikor van belőle itt 400, és arra kell fókuszálni az ellenfélnek, hogy lezúzza inkább, mert tudjátok vele gyógyítani és kicsit fejleszteni, majdnem regenerálni az ellenfelet, tehát, vagy az egységeiteket. Önmagát nem tudja, de maga körül mindenkit. Még mondtam a moddereknek, hogy a háttér ne legyen csak kék, hanem legyen úgy, mint a Heroes 2-3-as, meg tudják-e vajon csinálni. Hogy tudjátok, hogy a háttér, mondjuk ez a háttér benne lenne, annál a... meg ez a háttér, a föld alatti. Tök ötletes lenne, nem mindegy, ez majd meglátjuk, hogy tudják-e oldani. Nem egy überfontos dolog, de azért. A másik, hogy itt nagyon jó mind a két népnél jelenleg, meg talán a harmadiknál is össze, hogy nagyon érdemes felépíteni ezeket a védő mechanizmusokat, legyen az aknák, lövegek, egyebek, mert nagyon hatásos volt, én majdnem meghaltam az egyiknél. Még ezt a kettőt meg se csináltam. Úgyhogy úgy látom, ez változik népenként, ez valószínűleg mást tud, mint a ez valami védelmi övlet, az elektrofalak. Ezt lehet azt hiszem az izénál is. A makondoknál, azért ott árkot lehet csinálni. És masszív betonkaput. Ez tök jó, hogy nem ugyanazokat lehet. Az aknamező meg az izé az ugyanaz. Csak viszont más a neve, basszus. Ahogy tudjuk elő, ezt majd lehet, hogy átnevezem vissza aknamezővé, mert ez tök ugyanaz, akkor miért legyen más neve, hogy aknák. Vagy lehet inkább csak aknákat rakok. No. Ami még... ezt nem tudjátok, ez nem régóta van ebben, mert talán az előző fajta demóban volt csak. Még a bétában se volt, hogy kaphattok még 1000-re több aurán. Tehát ezáltal azt a 4500-et? Lehet, hogy 5000-et már nem tudom. Viszont, és tovább növeli az egységek heti számát is. Csak az a gond, hogy minden kell hozzá. Minden, az egész, amit itt láttok. Addig nem tudjátok megcsinálni. Tehát, ha valaki mindent meg tud építeni, és utána ugye ezt meg tudja építeni, az elég nagy előnyt hozhat össze. Akár csak egy hét alatt, ami itt ugye nem olyan rövid, vagy nem olyan hosszú, nem 8 nap, hanem igazából 5 nap. Tehát 7 nap plusz első ugye a hétfő, meg 4 nap plusz még egy nap ugye az itteni idézőre hétfőre, ami a reggel. Hajnal pontosabban. Ja, úgyhogy érdemes, aki rá tud erre menni, multiban, meg kompetitívben, az hatalmas előny lehet. Ezeket is érdemes megcsinálni, de általában kell hozzánk más épület. Egyébként, hogyha rámentek, és nem nyomtok semmit, akkor kijelzi, látjátok, hogy melyik épület kell, ez hasznos mindegyik párnál. És egy ilyen újdonság. A lényeg az, hogy érdemes ezeket megcsinálni, mert az egységek ugye a 5. fejlettől kezdve, és aztán a 6. alap és fejlett, 7. alap és fejlett, nagyon sok nyersibe is kerülnek, és ugye 5 naponta jön a populációit, ezért gyorsabban fognak kelleni ezek a nyersanyagok, és nem kaptok olyan sokáig nyersanyagokat miatt, ugye, hanem csak 4 napig addig. Tehát fontos, hogy ebből legyen, az épületek is drágák, kint, ha bármit akartok építeni, szintén nyersanyagba kerül, hát most mit tudom én, jobb vagy bal gomba egyébként el tudjátok ezt hozni, akartok, ja most táboroztam basszus, mindegy, megnézzük, hogy ez milyen legalább. Tehát itt akartok valamit építeni, a 4 épületben, látjátok, hogy mennyibe kerülnek, főleg nyersanyag, meg mondjuk lépés és energia is. Nyersanyag, az arany az nem egy olyan vészes dolog, mint ennél az is számíthat a vektoranynál, de ennyi. Viszont tudtok csinálni bányászati szondát, még az rohadt sok mindent elvesz. Nem baj. Lennél az, hogy ez is nyersibe kerül. Gyakorlatilag minden nyersibe kerül. A másik, amit mindegyik névre tudok ajánlani, egyébként. Ja, így szét tudnám szedni. Aha. Viszont azért van angolul.
Most mi van? Azt nem szétszettem. Mit akartam mondani nektek, hogy minden népnek tök jó. Ja, igen. Nem tudom, megtalálom el. Ez az, azt mondom, igen, gyűjtögető. Hát tudok, hogy kaptok egy felszereléset, nekem már 60, nem 5. És ha a kettes szinten, akkor kettőt kaptok, tehát akkor már 7 lesz. És a harmadik szinten meg egy relikvia helyet kaptok. Ha összeadjátok, akkor ez ugye 7, az 2, az 9. Tehát annyi lesz, vagy még több lesz talán, mint a legtöbb Heroes van, mert azt mondom, hogy látok, 8-9 hely van. Illetve ha azt nézzük, igazából annyi sincs, mert a főhelyek, mert ezek igazából itt mind főhelyek. Tehát úgy értem, ahol rakhatjátok a melvértet, ott meg ilyesmi. Ezek nem ilyen kiegészítő, hogy na berakhatod hogy a zsebedbe, hogy mit tudom, több aranyat kap, meg ilyesmi, hanem ezek ilyen rendes helyek. Tehát ilyen rendes helyekből idézőjelben, mint vér, és a hírozva, itt összességében több van. Érdemes azért kimaxolni, hogyha szerintem a főhőssel értelemszerűen. Meg ez is jó, hogy itt a fúziós magokhoz láthattok 5 mezőnyi távolságra egy ilyen jelzést. Meg ez is egy 10% esély további ősi fúziós magra is mennyire jó. Tehát én szerintem ezt rohadtul érdemes összes népnél kitolni egyelőre. Ez ugye értelemszerűen kötelező varázslós hősnek, vagy hát ilyen képességes hősnek. Én mondtam, ez szerintem a vakonoknak kötelező, ha megkapjátok. Ez sem rossz, nem összesen. Mert a sebző, meg az ilyen trükkös varázslók jól jöhetnek, de azon kívül szerintem inkább a bogaraknak jobb. Itt a jó lövész skill. Ja, valamit még megnézzünk itt a csatában. Csak nem hallunk meg. Ja, igen, hogy a csatában, azt tudom egyelőre minden népnél, de főleg ennél. Hogy fejlesztétek föl, ha tudjátok, a varázslatoknak a mágia ágját. Itt látjátok, hogy milyen szintű maga a varázslat, 1 és 2-es. Alul látjátok azt, hogy hány a szinten van a mágia ágja. És látható, hogy ez csak 1-es, de még így is elég vagy szinte, vagy területre hat. Viszont ha ezt fölfejlesztitek, akkor már mind a 4-re tud hatni, ha jól emlékszem. De most csak ezeket tudom meg, de maximum szinten szerintem rohadt jó. Ugye azt látjátok, hogy mekkora hatalmas területre hat ez a fejlesztetnek a ható távja, úgyhogy érdemes emiatt felfejleszteni, meg amiatt, mert két külön helyre tudtok. Ugye őrít, hogy minél hamarabb érdemes ezt felfejleszteni. Ezt is, mert ez nagyon jó. Hát igazán mindegyik még. A főlénynél, meg mivel ez egy tankos főlény, szerintem érdemes, hogy ezt is fel lehet fejleszteni, itt is van egy-két angol rész. Hát most van pénzünk, hogy fejlesztjük a halványával, de na és a főlénynél ezért érdemes előrébb mennetek, mondjuk egy vét után természetesen, ha itt van olyan a helyzet, és akkor végén előre menni, mert ez a skillje, ami van a fejlesztetnek, ez ugye körülötte lévő összes egységnek szivat, azért az elég jó. Hát láttátok egy pillanatra, igen, itt van az egyik. Ezt ilyenkor támadjátok meg, de hát ezt láthattátok a hogy ez, hát itt azért kis szinttől kismértékben függ alakul át, de ez szerintem teljesen igaz, mert alapból nappal át szokott alakulni. Lehet, hogy úgy érte, hogy a napszaktól függően, hogyha mit tudom én reggel, és nem szinte az, hanem reggel átalakulhat ilyen százalékban, délben meg olyan nagy százalékban. Na itt az űrmedve, és van magyarul van. Bár Balú volt a neve, nem akartam Balúnak. Igazából ez egy ilyen űrmedve-szerűség. Nagyon jó, ezeket harmadik szinten tudjuk irányítani. Úgyhogy emiatt is érdemes kitolni ezt a skillt, vagy egyben a skillt maximumra. Ez eléggé gyors basszus.
Most például az a gond, hogy most nem tudok pont úgy, nem mindegy, de tudok területre hatóan ügyesebbezni, az is jó. Na és most mi van, ja, csak beakadt. Másik, hogyha össze tudjátok húzni a mobokat, vagy hát az ilyen ellenfeleket, érdemes, mert akkor ugye ez a sebző hatás elég jó hat ezzel a traktoros egységgel. Ez még kifasztál, hogy elbasszis. És akkor látjátok? Erre gondoltam. Ezt tudtam mutatni, ez volt csak a lényeg igazából. Ez 3-as vagy 4-es egység volt? Jól emlékszem. Ez mi? Ez már is van egy parancsok. De jó, de ez is van újdonság, most egyik nem emlékszem, hogy jelezte itt oldal. És így ötletes dolog. Nem tudom, hogy kihúzni, mi a fene. Ez mondjuk érdekes, azt tudom, hogy ezzel lehet rakni, de... No, hát körülbelül most így ezek vannak, amit talán én tudnék adni tanácsként. Jaj, de jót, szemek néznek. És nappal lett, és most elvileg az a lény, hol lett? Nem alakult? Tehát akkor lehet, hogy csak mi az még mindig pihen, és ott ezt kiszedni innen, de aha, és akkor most boostot kaptam. Elméletileg. Edzés 220, látjátok? Nem, már átalakult. Ilyenkor nem szabad megtámadni, erősebb is, távolsági támadásról bír. Tehát erre figyeljetek, hírvonalason. Ez az új kalózos egység, hatodik egység, jó, nincs hogy fejlesztem, mert az eléggé durva. Na, akkor foglalni ezt a várat. Foglalja csak, nem fog neki sikerülni, elárulom. Menjünk ki ezt, na, kíváncsi vagyok. Fölfelesszük a emberkénket. Mennyit szivat. Négy ki. Hopp, ezt lejtettük a lábáról. Már tudunk dobálni. Ez egy kis területre állt. Azt a rohát. Visszadobott. Morálos körében szerintem nem szívott annyit. Azt is oda is érek, azért érdemes ezt fejleszteni. Én már érdemesebb ezt a varázslat, hogy ezt kijött tolni. Szerintem. Érek páncél, gyaló adagok. Na, itt tudnék építeni, milyen jó már. Nem tudja elfoglalni a... Egyes itt ilyen erősebb változatot lehet. Ha jól látom. Akkor most az egy kör még megépül igazából. Na, most lehet, hogy el kell foglalni a várat. Nem vettem bele ember.
Érdekes, hogy nem jelzi, meddig hat. Semmesen lesz végig. Mi van? Ez vicces, hogy az olvasztó után van rá kiírva. Ez így van hiba. Még azt védi be éppenséggel. Hát, hogy arra akar utalni, ezzel nem tudom. Ezt is módosítottam. Perzsai szakértő lett a fejlett változat. Mit is tudom, valósabb és léni. Hát mi a sima változat, az nem. Mert úgy emlékeztem, hogy az is tud abból. Erre kellett volna inkább. Hát de ez nem lép sokat igazából. Én nem is olyan erősen gondoltam. 4-es szinti. Ja. Hát azt képest, hogy rátoltam, ezt nem lett sokkal jobb helyzet. Harmis 40-45 csak van fölemelve. Ja, így nem ugrik, hát csak fejlesztettem. Meglátjuk, ez a marósebzés, ez hat-e a bió egységekre. Nem úgy néz ki, és lehet, hogy kivédtem, vagy mi a fene. Hát tudjátok, mintha nem hatna ránk. Csak bió egysége ellen hat. Akkor az viszont jó, mert nem sok bió egységem van. Vagy izé, na a tech egység, azt gondolni. De csak tech egységre hatna. Marú. De arra valószínűleg nagyon durván. Hat. Hát meg mindig ez a gáz, hogy így tudnak fújni. Ez a kalóz nép. Hát, de azzal vissza tudok ütni, és ő is tud így fújni. Mondjuk erre se hatott, úgyhogy szerintem nem hat. Már mondták, hogy a rezisztancia is fontos lesz, hiszem, az egységek a statjainál, ami még nem működik 100%-osan jól, meg nem nagyon reprezentálják ezt jól. Amikor meglátjátok ezt az ilyen pajszerű valamit, akkor az azt jelenti, hogy ki rezisztanciált a ellenállt a varázslatnak. Mire jó az egység, basszus. Milyennek sok mester 2. Igen, 10-es szintről már kaptok 3-as szintű fejlesztést. Hopp, itt is van egy hiba. Legjobb, igányelnek. Mérnök. Jó, mérnök. Na hát ennyi lenne körülbelül most csak, amit így hirtelen gondoltam. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Úgy tudom tőletek, még találkozok majd ezzel a játékkal is a csatornán, természetesen főleg Early Access, de akkor már multiba valószínűsíthetőleg. Ugyan hot szívbe, mert csak az lesz, de hogy fogunk tolni online módon a TeamWeaver-rel. Köszönöm mindenkinek még egyszer a figyelmet. Ó, itt egy fázis, vagy fúziós van. Persze őriznek, mint a franc. Legközelebb is találkozunk egy újabb videóval, addig is sziasztok!